kolozsvári nemzetközi repülőtér előcsarnokában egy rendkívüli kiállítás helyszíne lett a romániai építészek rendje erdélyi tagozatának a biennáléja. Ez a biennálé 2013. decemberében zsűriződött, és akkor indult el egy 7 megyeközpontot érintő vándorkiállításra. Gyakorlatilag az első ilyen észak-nyugati erdélyi régió biennálé. Eddig általában 1-2, maximum 3 megyének az anyagából lehetett tulajdonképpen zsűrizni a legjobb alkotásokat. Mindig arról van szó, hogy a két év, az utolsó két évben megvalósított terveket állíthatjuk ki, illetve azok evezhetnek be ebbe a biennáléba, és utána meg hát őket rangsoroljuk. Itt gyakorlatilag 8 fejezetemben vannak tulajdonképpen tagozódva a különböző építészeti tevékenységek, az egész apró tervektől az épület együttesekig. Na most ez azért érdekes, mert általában úgy szoktuk a tagozódást elindítani, ahogy majd ebbe az évben például a bukaresti nagy biennálén vannak lakóházak, ipari épületek, irodaházak megvalósult formában, és akkor ez egy ilyen előfutára ezeknek az országos biennáléknak. De ennél többet is szeretnénk, mert gyakorlatilag olyan tagozódás is megjelent, ami újdonság, a bukarestiben nincs benne, a kulturális projektek például, meg a nem megvalósított, de érdekes tervek kategóriája, illetve az egész apró beavatkozások, amiknek valószínűleg majd lesz Bukarestben is egy ilyen típusú díjazása. Na most ezek azért érdekesek, mert valahogy megnyitják az építész tevékenységét a nagy közönség előtt, néző előtt, mert gyakorlatilag nem csak az urbánus terekről beszélünk, és azoknak a berendezéséről, nem csak a nagy épületekről, hanem kiderül, hogy egy iroda berendezése is ugye belső építészeti probléma, sőt, gyakorlatilag a kulturális eseményeket akár mint egy ilyen idéglenes építészeti formát igenis építésznek kéne kigondolnia, erre nagyon jó példa például a Boncidai kialakításával az Electric Castle megvalósítása, tavalyi megvalósítása itt díjnyertes. Idén is láttuk, hogy ez nagyon jól sikerült, és ehhez hasonlót nem nagyon láttunk például Kolozsváron, hogy ennyire odafigyelt esemény, berendezés, szcenográfia jelenne meg a városban. Tehát ez egyrészt esélye a építész kollégáknak megélhetés szempontjából is, és elsősorban esély a közösségeknek, hogy egy minőségi teret produkáljon akkor, amikor kultúráról beszélünk. De ugyancsak a kulturális tervek közé azok is besorolódnak, amik gyakorlatilag az építészeti bélyegből finanszírozott, az építészek rendje évente egyszer vagy kétszer írja ki ezt a pályázási lehetőséget, hogy gyakorlatilag az építészet belépjen a szociális szférába, és gyakorlatilag kapcsolatot teremtsen a szakember és a fogadó közönség között, és ezekről általában néhány napos esemény után már nem tudunk semmit. Ez a biennálé megpróbálja összeszedni a legjobban sikerült ilyen típusú eseményeket, fotodokumentációval, és utána pedig díjnyertes kollégával. Ugye lehet belőle tanulni, a következő két évben hasonló ilyen kulturális eseményeket produkálni. Erre nagyon jó példa a város színpadai rendezvénye pont a Kamarának, ahol Daniela Mayer kolléganőm a botanikus kertben ugye felállította azt a lehetőséget, hogy ne csak a növényeket lássuk, hanem egy hárfás muzsikust is, de közben volt ott opera előadás, balett, minden egyéb, és gondolom ez
mindenkinek hasznos volt, mert egyrészt megtanultuk, hogy a botanikus kert az a városnak a reprezentatív kertje, és ami ilyen szempontból az építészeknek is egy helyszín, és a kultúrának úgy szintén.